Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszöntök mindenkit a Szervező Együttségért Egyesület nevében. Engedjék meg, hogy először is bemutassam az este hangulatfelelősét, Horváth László urat, aki a jó hangulatról gondoskodik. Szia! Köszönjük a kapcsolatok nevében, és meghívom is a plakáton is látták már a Siófoki Ramada Hotel állandó zenészet. És engedjék meg, hogy megköszönjem a táncosoknak is a igazi nyitótáncot, ahogyan illik és ahogyan kell egy bát megnyitniük, hogy ezt meg is nyitották, most már majd rajtunk lesz a sor. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hát ugye február a bálok hava van, láttuk ezt a nyitótáncot, és ahogy megkezdtük, ilyenkor az ország világban mindenhol bálokat tartanak. Napokban hallottam, hogy Kínában is egy farsangi bált tartottak az iskolások, ahol a gyerekek mindenfélének beöltöztek. Li beöltözött hóembernek, Yang volt a postás, és cseng a telefon. Ilyenek vannak, most nálunk ez hagyomány volt, hogy mi is jelmezbe jöttünk erre a súli bárra, most az idei évben ettől már eltekintettünk, tehát ez a veszély már elárult, hogy esetleg valami hajnaltájban ne is mennénk meg egymás párját, mert hát ugye jelmez nincsen rajtunk, és a Fischer biztos jó voltál, viszont nagyon jó kitűnő italok vannak, ilyen veszély még azért lehet, hogy holnap, hogy másnaposan, spiccesen ébredünk vele. Hát ezzel kapcsolatban jutott eszembe egy történet, amikor egy férfi másnaposan, felfájósan ébred. Hát lát, forog vele ilyenkor az ágy, pörögnek a bútorok, hát voltunk már így egy páran. Látom, hogy éjjeli szekrényén pedig ki van készítve a két aszpirin és egy pohár víz. Emellett pedig egy kis cetli. Fel kell olvassam, látja a felesége írta az üzenetet, drágám, elmentem a boltba bevásárolni, reggeli konyhába kikészítve, szeretlek, puszi. Hát gondolja, hogy valami már történt és egy meglepetés lesz. Megy ki a konyhába, látja, hogy szokatlanul nagy rend van már az előszobában is, érzi tényleg, hogy a konyhából friss a reggeli illata árad. Ott éppen a fia éppen reggelizik, kérdezi tőle, hát fiam, hát mi történt itt az éjszaka, hogy minden már elő van készítve? Hát édesapám, az úgy volt, hogy hajnal háromkor, amikor ilyen hullarészegen jöttél haza, már kapunál úgy jártál be, hogy végighúztad az autót. Utána, amikor bejöttél, akkor ledöntötted a konyhakrenencet. Ezután a nappali közepébe behánytál. Hát akkor, fiam, hogy lehet az, hogy mégis ilyen nagy rend és tisztaság van itthon? Hát az úgy volt, hogy utána az anyu bevitt a fürdőszobába, és amikor próbáltad róla lerángatni a nadrágot, akkor azt mondtad, hogy na hölgyem, tessék csak vigyázni, én nős vagyok. Tehát ez a veszély még fennállhat nálunk, erre vigyázzunk, és ezekben a gondolatokkal kívánok mindenkinek kellemes szórakozást, időtöltést, és a vacsorához pedig jó étvágyat mindenkinek. Jó szórakozást!
Thank you.
Oh,